Sziasztok, köszöntöm nézőinket itt a Hálfegyelti csatornáján. És hát elérkezett a DTM bajnokságban az Okayamai pálya. Itt van velem majd az Zoltán szakkommentátor, és Helyes Ádám is itt van velünk. Bár Ádám most egyébként indulni fog a futamon, de azért fut nekünk egy pályabejáró kört. Sziasztok! Sziasztok, jó estét! Sziasztok! No, hát először nézzük akkor Ádámot. Igen, épp akartam mondani, akkor most nézzük is végig, hogy... Hogy is kell végigmenni. Igen, pont most lehető legjobbkor csatlakoztunk be. Jó számolva. Igen. Mint ez látható egyébként, nézzük is látják, hát nem lesz könnyű dolgok a versenyzőknek, ugyanis esik az eső. Nem is kicsit, ha jól látom, akkor 9%-os eső van, és 72%-os a víz, és a 72%-os víz van a pályán, én sem tudok beszélni, jó van, szokásos. Közben Ádám elkezdte a körét, és hát a pályabejáró kört. A jobbos visszafordítja, amit követ egy nyújtott balos. Igen. Egy padlógázas részt követ, amit aztán a megint... El is rontott Ádám. Előfordul. Ez egy fontos kigyorsítás lenne, mert itt lesz a hátsó egyenes, ami jó kis... Ábszak kicsit falnak is kocsol, nem baj, Ádám nem számít, majd futamon ne legyen ez a lényeg. Igen, hát ez az eső átfa. Nehéz ezeket az autókat eső nélkül vezetni, illetve Ádám, nem kapcsoltad ki a TC-t tegnap? Ki van kapcsolva? Tudok róla. Ja, akkor jó. Én ilyen menő vagyok így, mizéját, legyen már kihívás. Oké. Kemény vagy, mint a Tarzan sarka. Egyébként meg adok egy trükköt, Ádám, váltsál korábban. Jóval. Csak akkor nem forogsz ki. Pálya utolsó szakasz, ilyen kanyargós. Addig legnehezebb rész, igen. Ezt a kanyart is mindig el szoktam rontani, de most sikerült. Igen, ezekben a visszafordítókban könnyen eldobja az autó a hátulját. Ez a két kanyar kombináció az azért nehéz, mert lejt mind a kettő. És nagyon könnyen el lehet rontani. Kicsit nagyobb tempóval érkezik be az ember, és már is megy le a fűre. Hát igazából ez lett volna a pályabejáró Ádámmal, hát most így alakult. Nagyon beszéd nem volt közben, vagyis hát elbeszélgettünk, de nem a kanyarokról, de szerintem a kanyarokat mindenki látta, hogy milyen. Hát meg még ugye még tudunk beszélni a pályáról, így van. Meg van nyitva a pálya térkép, stb. Úgyhogy Wikipedia. Jó kis sörnyitó pálya. Így van. Ja, izé a térkép. Valóban. Igen. Azt, hogy itt mondod. Nekem még a Dacia embléma hasonlít, de az a másik fajta sörnyútóra. Hú, bocsánat, ez lehet, hogy reklám volt. Nem baj. Na. Engem mutatsz még? Nem, úgyhogy nyugodtan falhoz csaphatod. Már megtettem. Éppen talán Soma van a képen. Igen, Soma van a képen. Itt beszélhet, csak le van némit a mikrofonom, hogy tök jó, na mindegy. Na Ádám, téged én fel is húzlak akkor többiekhez. Jó, köszi. De maradhatsz velünk is, és élőben kommentálhatsz. Nem, azt ikán nem. Na jó, van, sok sikert a futamhoz. Majd én fütyülök, ha kell. Na szia. Köszi. Ciao, ciao. User was moved out of your channel. Na és akkor már csak ketten maradtunk. Valóban. No, hát akkor pályáról. Mesélj a pályáról, igen, épp akartam kérni, hogy... Hát... Mesélj a pályáról. Kérlek szépen... Mimasaka városánál, Okayama prefektúrában vagyunk, Japánban. Ha valakinek nem esett volna le az eddigiek alapján. Maga a pálya 3703 méter hosszú, 13 kanyarral van tarkítva, bár vannak benne padlógázas kanyarok is, amiket én úgy alapvetően nem szoktam számolni. Jellemzően Super GT-vel mennek, ezt így nem néztem ennek utána, ezt bevallom őszintén. MFJ Superbike, ez gondolom a japán Superbike, túrautó, tehát a VTCC
ment rajta még, és és a Forma 1 is ment rajta. Ebből adódóan egyébként a pálya rekordot tippelj, kitartja. Segíts ki, most én nem tudom pontosan. Német pilótáról beszélünk. Nagyon híres német autóversenyzőről. Mondjad, én most nem vagyok. Jó, akkor Michael Schumacher tartja. Gondoltam. még a Benetton Forddal 1994-ből. A idevágó idő az pedig... ja, itt van mellette, igen. 1 perc, 14 másodperc, 0-23. Az igen. Nagy vonalat. Hát, itt biztos nem fognak olyan kört futni. Imi közben megjelent cseten. Szia, Imi. Igen, szia. Meg sziasztok még egyszer. Közben látható a bajnokság állása. Igen. Szánom, bánom, mert lenne esélyünk most a Gabessa pontokat gyűjteni, hogy előrébb hozzuk majd a csapatot. Igen, és közben. Imi tett föl egy személyes kérdést, amivel nem fárasztanám a nézőket, úgyhogy Imi, erre majd mindjárt írásban válaszolok. Hát nyugodtan mondd, de szerintem nem. Senki se jöjjön szólni. Jó, hát egészségügyi okokból nem tudok indulni. Igazából egy kutyaharapás miatt eltört az egyik ujjam, és hozzá van kötve a tenyeremhez. Tehát esélyem sincs se a váltót, se kezelni, se a kormány. Jó, jó bulást. Köszönöm. Is. Közben fiúk. Már kimentek, most mennek ki a páros sorba, és megkezdik az időmérőt. Igen, és hát erről beszéltem. Köszönöm, Imre. Erről beszéltem, hogy esélyünk lenne a Gabessa fölhozni a csapatot a dobogóra. Igen, és közben mutatok egy friss botlapot is, bár ugye most azért csalók, mert ugye vizes körülmények között mennek, hogy igazából nagy jelentősége nincs is ennek most, hogy ki milyen kört ott futni száraz pályán. Közben már váltottak időmérőre. Igen, tudom, már mondtam, én is. De nem hallottam, bocsánat, mert semmi. Pályabejáróval, stb. Voltam elfoglalva. Szóval is kapcsolunk élőképre. És követjük szépen, hogy ki mit fut. És tartós esőnek ígérkezik az előrejelzés szerint, úgyhogy meglepő módon pont Japánban ért minket utol az eső, bár én arra fogadtam, hogy az európai szezon is bővelkedni fog benne. Igen, és azt hiszem pont ide nem mondta esőt, vagy mondta ide esőt? Ide nem mertem tippelni. De nem tippeltél, igen. Na és közben Ária meg is kezd az első mért körét. Körbe is vegyünk vele akkor, hogy is kevés, mert ezen a pályán esőbe tempóból. De ez a pálya szárazon se könnyű szerintem. Nem vagy vizesen. Igen. Főleg ez a nyújtott balos, itt rengeteg időt lehet veszíteni. Itt nagyon el kell találni a gyorsításokat. Simán ott hagy az ember fél másodpercet. Így van. Egyelőre Mario egész jó teljesített az első szettot, kisebb hibák voltak azért. De egész szépen teljesíti. Hát meg kisebb hibák, hát tulajdonképpen esőre simán rá lehet ezt fogni, és esőben ez eddig elég szépnek tűnik számomra. Igen, igen. Viszont nem tudom, Máriónak milyen sebváltó kiosztása van. Hopp, és pont előtte forognak meg, azt hittem, nem sokan múlott. Pásztor Peti az. Igen, pont itt a utolsó szettől jobb bekavar neki, nem tudom mennyire örül. Smitlős is jó körön van, ahogy elnézem. Na, nézzük Mária milyen kört fut a végén. Peti szépen félrehúzódik előre. Igen,
1.31.0.12. Hát, kíváncsi leszünk, hogy a többiek mit fognak futni. Aha, bár nap alatt voltak jobb idők. És itt leős, 1.32.162. Hát volt egy jó közéső szektora, de az elsőbb és az utolsóban is elmaradt. Igen. Főleg az utolsóban nagyon sokat bukott. Jól látom, akkor Sós Robi fut. Van nagyon jó körön, de nem tudom, hogy ez is mennyire tartotta be. Buki van azzal a fekete autóval, segíts ki gyorsan. Kristóf, igen. Nem tudom, mennyire tartotta be Robit, ugye meglátjuk a szektorából. Egy Lila első szektorral van Robi. És Lila középsővel, na, akkor nem nagyon volt ott betartás. Azt akartam mondani, hogy az eső miatt én azt gondolom, hogy nem tudott jelentősen feltartani Kristóf. Nézzük Robi körét, mit fut. 1.30.626, az igen. 3 tized, majdnem 4 tized vert Márióra. Nézzük. Viszont ez felértékeli Márió körét, ugye, mert azt tippeltem, illetve mondtam, hogy hotlap, nem hotlap, hanem a bármap alatt most itt voltak jobb idők, de valószínűleg közben annyira eláztatta az eső a pályát, hogy jelenleg valahol akkor itt van a realitás. Igen, igen. Tamás fejezi be a gyors mért körét. És fut egy 1.33.361-et. Feljön a hetedik helyre. Bacog látszanak, nincs meg mért köre. De kim van gyors köröm. Igen, és... Szabó Feri is átjött végre a célvonalon. Egy 1.35-ös idővel, 12. helyre ugrott. Ádám mögé. Igen, és közben Kocog Laci is befejezte a mérkőzést, és bejött a harmadik helyre. Ó, na, gratulálok, szép. Szép teljesítmény. Közben Robi van kint még egy gyors körön. És volt egy még jobb köridőt, az igen. 1.30.158. Hát itt azért ma durrantott Robi egyet. Oda lépett a gázra. Valóban, 8 tizedet adott Máriónak is. Hát megelégette az, hogy túl köze vannak a többiek, azt úgy volt, hogy gyorsan oda durrant egy igazi kört. Könnyen lehet, nem tudom. Márió is egyébként kim van gyors körön, most fogja mondja be... Mondd, bocsáss meg. Semmi, igen. Márió is gyors körön van, igen. Most van utolsó setupban, mindjárt be is fejezi a mért kört. És tud-e javítani, be tudom menni 1.31 alá. Igen, 1.31.926. Még mindig így el van maradva Robitól. Ő 7 tizeddel. Szűkült, de még mindig. Orbán Peti is. Kint van egy újabb mért körön, nézzük Petit mit fut. Elsőnek... Első és második szettőben is gyorsabb volt saját magától. Közéső szettorban a Máriótól is gyorsabb volt, majdnem 2 tizeddel. Ettől futni, és tud egy jó utolsó szetet futni, akkor lehet mégis először Máriót. A nézős sikerül-e az? 1.30.874 második hely, megcsinálta, összerakta azt a harmadik szettort, nagyon szép. Szoros. Kocog Laci is gyors körön van, ha jól látom. Már jó, most van kivezető körön, most fogja majd megkezdeni a gyors körét. Hát is kapcsolunk rá, lévegyünk Kocog Lacival egy mért kört. Abszolút háttérbe keresztbe is állt, Gabesz. Igen, a kigyorsítás itt nagyon nehéz. Igen, jelen körülmények között. Nagyobb tempót akart átvinni, mit gondolt szerintem.
Hát nem könnyű a versenyzők dolga, 22%-osan esik az eső és 88%-osan vizes a pálya. Úgyhogy úgy látom ez a futam, ez teljesen esős lesz végig. Igen, előrejelzés szerint is, illetőleg Dávid, kérlek, én még ilyet nem láttam, ezek a foltok pocsolják? Az aszfalton? Meg vízet folyások? Szerintem pocsolják, igen. Jó, akarnak bocsánat. Lenni. Csak mert még ilyet nem láttam, és... tetszik, na. Abszolút előtte Pásztor Péter hibázott. Igen. És volt jó. Majdnem beforgott Kocog Laci elé. Közéső szektor a Kocog Lacinak, elég gyengére sikeredett. 29-6 az nagy erős közéső szektor. Az első azt jót megcsinálta. Nézzük, hogy tud-e vele javítani. Egy 8-92, nem tudja javítani, szerintem egyre rosszabbak a körülmények. Egyre jobban esik az eső is, és egyre vízesebb a pálya. És szerint az nyertek, az elején gyorsan kijött mért körre. Egyre több helyen áll most már a víz a pályán. Igen. Közben kaptam egy kis előzetes technikai infót. Aha. Nem? Majd, amikor ideje lesz, akkor úgyis. Jól van. Nem hát... sütök el előre poénokat. Igen, jól látszik, hogy Kozorci már nem tud gyorsítani. Első szettől is már gyengébb, mint az eddigiek. Szerintem... aki eddig meg tudta futni a legjobb körét, azt már nem fog tudni javítani. Én nekem is ez a véleményem. És a folyamatos eső, hiába mennek és próbálják szárítani a pályát, úgy gondolom több esik, mint amennyit szárítanak. Igen. Mondjuk most futott egy jó közéső szettor. Kocog Laci, ha nézzük, hát az utolsóban tud esetleg ami jót futni, akkor meg lehet, hogy tudja javítani. Nézzük, tud-e javítani? Nem tud most javítani. És nincs többen neki, úgy látszik. Valóban. Bő 3 tizeddel. 2. Majdnem 3 tizeddel. Igen, Horváth Laci fejez be egy gyors kört. Egyéni első szektorra, kicsit gyengebb középsővel nézzük, harmadik sikerül neki. Nem. Marad a 9. helyen. Nem tudott... gyorsulni, Tibit akartam volna kapcsolni, mert jó volt a közös szektora, de mire odaértem már. El is dobta az autót. Azért kíváncsi lennék, hogy Tibi mostani körülmények között vajon bekapcsolta a TC-t, mert ő rendszeresen anélkül megy. Hát azt most én már nem tudom mondani, hogy bekapcsolta-e. Persze, tudom. Nem, ez csak mellékes infónak próbáltam átadni. Inkább a közönség felé. Kocog Laci még mindig kint van. Ki van a pályán? Igen. És Orbán Peti... első szektorban van, de elvette a C1-esből. Elvette? Kocog Laci, de most úgy látszik újra nyomja neki, de szerintem ez... vagy újra kijött. A útlapot ír, hogy igen, kivezetőkörön van, ahogy Orbán Peti is. Aha. Kivezetőkörön van. De ketten a második szettőbe tartanak. Fodor Gabi gyors körön van? Rafai Kristóf. Igen, gyors körön van, de gyengébb szektorokkal. Aha. El is vesz, nem már befejezem ért kört. Látom az eső nálam is kezd tréfálkozni, mert nem teljesen egybefüggő képet látok sajnos. Lehet így... Körnapon egy kicsit leszaladok. Álljatok rajta. Rendben. Nézzük, Gabász tud-e javítani, bár szerintem nem.
Nem mondott, 31-755 ment csak. Rafai Kristóf is megkezdett egyébként ért kört, de az első szettől után nem jutott tovább. De egyre jobban szenvednek a fiúk. Igen. Illetőleg te mit gondolsz a fordított rajtrácsról jelen körülmények között? Milyen izgalmakat fog az nekünk okozni? Hát ezen a pályán szerintem fog azért valami is galibát okozni. Főleg így bizes. Bizes az aszfalt. Timi, te mit gondolsz, ha itt vagy még velünk? Úgy látom, itt vagy még. Értem, közvétek szektorokat, de nagyon gyenge szektorokat futnak már. Mind Orán Petty és mind Kocoglaci is jóval gyengébb első szektorral kezdett, mint eddig. Úgyhogy ez, úgy nézem, hogy az eldőnye látszik, hogy az időmérő. Aki nem tudta az elején megfutni a jó körét, az most már nem is fogja tudni. Ezzel úgymond a hárman tudták jól megfutni a mért körüket. Kocoglaci szerintem egy kicsit lett tovább várt, mint kellett volna. Bár mondjuk most Kocoglaci futott egy jó közösső szektort. Közben Pásztor Peti fejezett be egy kör, de 5 másodperccel lassabb volt, mint eddig, majdnem 6-tal. Megnézzük Kocog Lacinit, hogy mit tud. Utolsó kanyarját kell teljesíteni, nézzük, tud-e valamit javítani még. Ezek között a körülmények között nem tudsz. Jó, hogy jobban. Közös az utolsó szektora is magához képest. Közben Imi válaszolt, hogy a fordított rajtrács az véleménye szerint káosz lesz. És az alap is meredek. Hát igen. Igen, hát elsős körülmények között nem egyszerű alapból se. De a pályán már szerintem fő lenne azért. És melyre jobban látszik, mennyi tócsó van a pályán. Igen. Közben jól látom, Fodor Gabi megint gyors körön van. És kitűszik a fűre és nem tud megállni. Sokat bukik vele. Hát itt igazából arra Peti vesz nem csataznak. Már inkább. Másra nem tudok gondolni. Közben lejár az idő. Így van. Ők már csak körözgetnek. Igen. Inkább csak egymással bohóckodnak. Igen. Ebből már kör nem lesz. El vannak igazából, szerintem tesztelik már futamra, hogy... A Gabi ezt le is tett a fűre, és neki is vágja a falnak. Hanem az első időmérő alapján. Időmérő alatt, hát kíváncsi leszek, hogy... Gabesz, akkor hogy fog sikerülni ez a... Lehet, hogy a Gabesz a fordított rajtrácsra játszott. Nem tudom, jelen körülmények között mennyire okos dolog ez. Ha csak nem csipi el az ember tényleg a 10. pozíciót. Majd meglátjuk. Mit hoz ki belőle. Orán Peti mindig kimol a pályám. Hát nem nagyon akar bejönni a boxba. Hát... Igazából 0-0 után ment át, úgyhogy valószínűleg ki fogja rakni magától a... És ki is rakta. Én közel nyomok is be egy időmérőt, hogy láthassa legyen az időmérő. És addig gyorsan akkor... lemegyek meg vissza. Rendben. Kicsit állítok. Hát, addig én próbálok beszélni a táblázatról. Oké. Okay. Amint látjátok, a Robi mondhatni jelentős fölénnyel megnyerte az időmérőt, de Orbán Peti és Mário között elég szűk a hézag, tehát elég közel vannak egymáshoz. Majd újabb 7 tized hátránya a Kocog Laci, 5 követi a Louis Schmidt Lajos szűk 6 tizeddel,
négy tizeddel lemaradva Sípos Tomi, eléggé, viszont Sípos Tomitól azt hiszem ez egy elég jó pozíció. Nem is tudom, hogy volt-e ő már ennyire előidőmérőn. Menni jól tud, ezt tudjuk róla. Fodor Gabi követi őt, szintén ezredekkel lemaradva. Majd itt, hát azért itt már van bő 8 tized különbség Gabesz és Szent Miklósi Tomi között, akit Horváth Laci üldöz egy vastag egy tizeddel, tized másodperccel. Majd Raffai Kristóf az újonc, ami számomra, hát újonc, friss belépő a ligába. BTM-en ez az első futama. Elsős körülmények között ez a tizedik pozíció, ez kifejezetten jónak tűnik, főleg úgy, hogy akkor ő fog az élő rajtolni. Ja, tehát a rajtsorrend az igazából úgy fog kinézni, hogy Kristóf, Roma, Szent Miklósi Tomi, Gabesz, Pipos Tomi, Schmidt Lajos, Kocog Laci, Ambrus Mário és Orbán Peti. Így van. Illetve a tizedik után, hát Szőlősi Tibi. Nagyon jó pozícióban. Majd Ádám követi, ők is tulajdonképpen elég közel vannak egymáshoz. Mojzi Attila, Szabó Feri. Igen, egyébként Tibi nem sokkal maradt el a tizedik helytől. Ma nem meg lett neki a fordott rajtrács. És hát, a kérdésedre a válasz, nem használ Tibi TC-t és HPS-se. Hát akkor azért ez így megint megsüvegelendő, tehát emelem kalapom. A Sipos Tamás se használ, sőt, semmit se használ. Ádámnál is csak ABS-on bekapcsolva, többiek valóban. Elfeledkeztem róla, hogy ez a táblázat mutatja. Igen, hát ez így... Így aztán pláne gratulálok, főleg Sipos Tomi ugye a hatodik helyre hozta az autót jelen körülmények között. Ezzel az autóval ilyen eredményt elérni, azt hiszem ez önmagáért beszél. Így van, így van. Közben lefrissítek egy időjárási jelentést, bár a jelek szerint esély sincs. Hát ebből folyamatos eső lesz a előrejelzés szerint. Gyakorlatilag a felhő közepén vannak. Nem baj, jó az nekik. Nem? De. Elboldogulnak. Louis idézőjelben panaszkodott egyébként a időjárásra. Hogy nem jó ez így, de igazából a való életben is. Hogyha ez dobja a gép, akkor ezzel kell megküzdeni. Ahhoz képest az ötödik helyen végzett több időmérőn, úgyhogy... És ő mondjuk, ő neki már nagyobb a hátránya. 7 tized kocoglációhoz képest. Közben Ádám ír a csetre. Nem ide, hanem a játékban, hogy a engine mixture-ét, tehát a motorkeverék, motorba jutó üzemanyag keveréken, hogyha állítanak, akkor jobban járnak. Nézők, láthatja a képessége, hogy szoktam nézni lifetimingon a
pilótákat. Már átkapcsoltam közben live timingra. Ezt nem szoktam megtalálni. Ezt nem szoktad, na most akkor ezt is mutatom. Itt szoktam általában információt lekérdés, lenézni. Hogy éppen milyen idő van. Ilyen a pálya állapotok, és hogy ki milyen szektorokat fut, ki milyen gumikeveréken, az is szépen látszódik. Mindenki a bizonyos gumit használja. Egyedül én nem. Igen. Nem is értem, hogy én miért nem raktam fel vizes gumit, lehet, hogy rendkedvén átrak, átcserem gyorsan vizes gumira. Hogy szép egybefüggő kép legyen. Ebbensége pont, sétlős van legelől. Imi, neked eddig hogy tetszik a dolgok alakulása? Közben megpróbálom én is előcsalni ezt a adatot a... Ha bemész a HRF egyérti oldalra és hotlapsz, akkor ott át tudsz kötni a live-re. És akkor rögtön látni fogod ezt. Ha! Megvan! Király vagy. Remélem nem felejtem el. Írj le magad egy papírra, jó? Az a biztos. Hát... szükség esetén. Imi szerint Louis valamelyik futamon dobogós lesz. Legyen úgy. Mondjuk ő abszolút középmezőnyből rajtol. Ja. Hát 5. hely az mondjuk egész az eleje. Esett továbbra is, esik. Bocsánat, igen, igazad van, ugye a 10-es forgóra gondoltam, hogy annak a közepéből indul. Ja, hát ott 6. hely, igen. 5., 6. hely. Na hát, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz azon a futamon. Gyönyörűen áll a víz a pályán. De hogy meg a végén itt is azt legyen, mint a Forma 1-ben. Na te mire fogadsz? Lesz restart? Vagy safety car mögött kell rajtolni. Restart? Remélem nem lesz restart. Reméljük. Tisztább indul a bolból. Igen. El is feledkeztem róla. Egy versenyző nem régen csatlakozott be hozzánk. Igen, 10. helyet megcsípte. Így ő indul a bolból. Igen. Hát kíváncsi leszek veszem ez a futamon. Főleg a rajta leszek nagyon kíváncsi. Én is. Hoppá. Kicsit fura volt a pálya, mint elment rajta víz. De szerintem csak egy első körös. Viszont a gumiválasztás azt hiszem nem kérdés. Az fix, igen. Nem nagyon lesz választási lehetőség, és majdnem egy 100%-osan biztos a pálya. De erős felvezetők tempót teljesítenek. Igen, hát a Kristóf az nem szégyellősködik. Nem kiméli a gumikat. De talán az első gumikat a 20 perces futamra annyira nem is kell kimélni. Hát... vajon a 40 perces futamot végigbírja-e? Erre viszont... azt hiszem végigbírja. Hátrébb. Amedik helyen Tamás ment le kicsit a fűre. Kíváncsi összek, hogy itt Horváth Laci tud-e valamit, vagy esetleg Tamás tud-e valamit előhúzni. Jó, ott a mögöttük Fodor Gábor, a 4. helyem. A helyzet az, hogy Toma, tehát hogy Horváth Laci, tehát így a hotlap alapján nem igazán tudott készülni erre a futamra. Így számítani nem számítok tőle nagy csodára, de ez nem zárja ki, hogy megtörténhet. Tehát... csak már kicsit túlcsúszott, túlszaladt.
Elnézte el. És közben mindenki felállt, áll fel a rajtrácsra, és kezdet teszi az első okajami. Okajamai 20 perces futam, ahol vizes körülmények lalkodnak. És ebben pillanatban gyulladnak is ki a piros lámpák, na nézzük, mi lesz a rajtnál. És ebben pillanatban elrajtolnak, na nézzük, van aki esetleg megcsúszik, nem, egész szépen el tudott jönni a mezőny. Hát hátrébb egy kicsit ragad be. És mosodródnak ki sokan. Ezt ebben is összevennek ott a háttérben, igen. Volt egy kis koccanás. És postamástalan az egyik. De egész szépen eljöttek. Fodor Gábor feljött a harmadik helyre. És Amulus Mário már a negyedik. Abszolút visszacsúszik a mezőny végére. Azt is Gabesz már. Beugrott. Soha mellé. Ezt hiszen olyan csúszkálnak itt a fiúk. Na nézzük ezt a 20 egyenest, mi lesz ebből. És bejön mellé a harmadiknak. A beszám inkább nem. Ez szerintem bőrös döntés volt tőle. És Horváth Laci átvette a vezetést. De ki is sodródik nagyon a külső ívre, de megmenti. Övé, igen. Ez már hátrébb ott ki van a Rózsaszín autóban. És tudom ki van. Gabesz. De a hátul. Úgy de gyorsan akartam mondani. Ádám csatázott vele Mojzes, éppen. Attila. Mojzes, igen, igen. Nagyon csúszkálnak. Igen. Egyre sem ott tartja az első Tot-tot helyet. Tot lemegy a fűre, és csúszik vissza, már 8., 9., 10. 10. helyre tud visszajönni. Igen, Ádám elé. De nem törte össze az autót legalább. Ó, de szűkre szabta azt a kanyart. Hát szerintem senki sem kívánta ezt a futamot így. A feltételezem, igen. Nézzük elől. Gábor tud abban kezdeni Somával. Istof már kicsit szakad is le róluk. Valóban, de Orbán mind... Peti meg a negyedik helyen körmeit hegyezi. Vagy igen. Nem tudom, hogy mondjam. Igen, egyébként Márióval történt valami, mert feljött a negyedik helyre. És volt a negyedik helyen is már. Az ott a hátrébb esett. Igen, Márió viszonylag jól kapta el a rajtot. És most Gábor a... sokkal jobban tudott kigyorsítani, és lendületből jobb kigyorsítás már elég. És el is megy Horváth Laci mellett, aki próbál külső ívre visszafékezni, de nem hiszem, hogy menni fog, és így Gábor az első helyen. Abszolút sem mondja le is, hogy a fűrő, de nem megoldotta. Viszont így, hogy a többiek nem tudnak olyan nagy lendülettel felzárkózni, Somának kinézhet egy második hely is talán. Valóban. Nem, bár Orbán nem Peti, Orbán Peti elég komolyan lopja a távolságot Kristoffhoz képest. Igen. Én azt gondolom, Orbán Petinek talán a célegyenesben, vagy a következő DR, vagy az azt követő hátsó egyenesben meg lehet Kristóf. Igen, mögöttük a Vemesek is el vannak. Valóban. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e ott helycsere. Tamás most hibázott, és Kocog Laci is keresztben majdnem, de végülis megoldották a helycserét, hiszen nem így gondolták, és így Máriónak jön ki jól, igen. Na nézzük, bepróbálkozik a Mário. Biztosan. És megint hibázik, megint hibázik, és keresztbe is áll, majdnem. Robi is megelőzi. Robi is megelőzi, Tamás kicsit szétesett itt ebben a helyzetben. Ebben is megelőzték, pedig ez a Peti. Orbán Peti támadja Kristoffot. Te csodálkozzanak, hogy látnak egy száraz foltot. Tehát és most beugrott Rafai Kristoff mellé. Hát ezt nem szeretett Kristoff se, az gyönyörű megoldás volt. Úgy érzem, Peti meg akarja nyerni ezt a futamot. Hát nem tudom, hogy van esély Gabesz ellen. Gabesz elég jó tempót itt el. Így hát a leggyorsabb köridő 1.34-24-jel. Hát mondjuk Peti nem ment sokkal rosszabbat, 4-10-et, de ment csak lassabbat. Ádámmal történetet valami visszább esett. Visszaesett már a 14. helyre. De még egyre mindenki kint van a pályán szerencsére. Pál, Nyihár Pál
Nem, le van szakadva a többi eltűnt, de ahhoz most egészen együtt van a mezőny. Ha nézzük, hogy a Peti teljesen megérkezik. Somára, Horváth Lacira. Jobb a kigyorsítás nézzük, a Petinek. Nézzük, pillátható. Micsoda tempóval érkezik meg. Nagyon jó, nagyon szép kigyorsítás volt, és már egymás mellett vannak, jobb íve van Peti. De... Úgy gondolom, hogy... Szűken. És most itt és a belső most... íve, a Somáé, akár a buta is szerezheti Soma. De szépen csinálják, nagyon szépen. Egymás mellett vannak, gyönyörű. Júj. Soma alatt egy kicsiket megingott az autó. Igen. Peti meg éppen, hogy nem fékezte el, hát ez komoly volt. Soma, mi történt? Soma meg a füvön. Ó, de kár érte. Hopsz, hogy Mário! Jó. Hirtelen reakcióra. És Robi megy emellette, mi van itt kicsikét nagy kalamákát, nagyobb kalamákát okozott ezzel sem, amit szerintem gondolta. És Robi már az ötödik helyre jött föl. Hát sajnálom, már pedig lehetett volna egy jó futama. Igen. Kocog Laci meg már, Kristoffot fogja támadni. Egész jó esemény dús eddig ez a verseny. Azt is hibázott, Kristoff be is emel és megcsúszik. Kristoff is ez el is megy. Kocog Laci. Robi is elmegy neki. És Robi is el tud menni. Robi már a negyedik. Igen. Úgy vélem, ha ezzel megelégednem. Pedig meghibázott is, Robi. Hogy igen. Közben... Gábor fut egy... legjobb körüdőt. Az így halkan megsúgom, azért szárítják a pályát. Hopsz, és most hibázik, Kristoff lemegy a fűre. A salakba. Többen is el fognak menni, Soma visszaelőzi. Azt hol látod, hogy szárítják a pályát? Hát úgyhogy már csak 97%-os a pálya. Eddig 98 volt. Ah, látom. Robi fogja lassan támadni Kocog Lacit. Arra vagyok kíváncsi, hogy ők gyorsabbak-e az előttük lévőknél. Hát Gábortól senki se gyorsabb. Igen, de a 6-7-8. Helyen egész komoly csata alakulhat ki, ha jól látom. Igen. De Soma most hibázott szerintem, mert visszabesett kettőt is. Hopp, és előttük Kristoff is lemegy a fűre. Somának, mint hogyha egy kicsikét nagyon sodródna az autója körül itt a elsős aszfalton. Lehet, hogy a... kigyorsításkor kifelé csúszik a... Van, a koccanás nem tett jót. Az is lehet. Somának nagyon szenved az autóval jelen pillanatban. Tamás próbálja Kristoffot legyűrni. De egyre nem sok sikerrel. Középső szektora nagyon erős Gabesznak. Igen. Hátra és mit lejös, de előrén meg sorsabbi támadja most már. Szóval Lacit. Laci kisodródik az évről. Igen, ez, és el is megy mellette Robi. Robinak sima ügy. Köszöni szépen. Így van. Hát... Az is elképzelhető egyébként, hogy az Laci nem nagyon akart itt Laci jön vissza szélárnyékból. Hát, de szerintem úgy volt vele, hogy tiszta van vele, hogy Robi sokkal gyorsabb nála. És nem biztos, hogy van értelme leállni ilyen körülmények között nagyon csatázni. Meg is tréfált egy kicsit most a körülmények. Lacit mellette elrontott a teljesen a kanyabjáratot, lesodródott. Miközben Tamás és Kristoff egymás mellett, és visszajött rájuk Soma is. De kemény ez is itt. És Tamás nagyon behúzta, vagy nem húzta be, nem tudom, hogy megint mi történt itt. Szemfüles volt, és
ment tovább inkább egyenesen. Igen. Egészen a külseiből fordult. Nem tudom, mi lehetett, viszont Kristoff ezáltal nagyon visszaesik. Már próbálják már nézni, mi történt itt. Soma is elrontotta egyébként. Szerintem az is lehet, hogy csak az ütközés miatt rontott, hibázott. De más feljött a 6. helyre, Soma megint a pályaszélén. Van nagyon sokat van a pályaszélén. Lajos a 11. helyre esett vissza, viszont és Csipos Tomira érkezik meg. Igen, ő valamiért hátra esett. A... most a 8-9-10-11. Helyen elég jó versenyben kibontakozóban. Robi megjött Petire. Azt kell, hogy mondjam. És valóban? Úgy jött meg, hogy Peti nem hibázott komolyabbat, szóval nagyon nagy tempó különbség van köztük. Elnézést, hogy átkapcsoltam a képet a 10. helyről, de a 3. hely... Abszolút. Második, 3. hely szerintem nagyobb. Absz, és Peti hibázik is! De... Rolyi próbál mindent! Jaj, nagyon szűk ez a pálya ehhez. Ráadásul a vizes körülmények se segítik őket. Mögöttük Mário is, és Kocog Laci is nagyon csatában vannak. Ha nézzük a szélárnyék, hogy a DRS nem használhatnak ilyen vizes körülmények között. Jó, hallottam a tesztek alapján, akkor 50% vizes pálya fölött nem engedi már a DRS-t használni. És most is hibázik Peti, teljesen máshogy veszik ezt a kanyart. A balos Petié. Azt hiszem Robinak kedvezőbb lesz a kigyorsítása. Nézd, hogy esik rá Petire. Igen. De itt nagyon meredekesz. És most bedobja? Nem. Túl távol van. De viszont hibázik Peti, kicsit hibázik. És ez pont elég. És így viszont kocsulacék is megérkezhetnek rá. Meg is érkeznek. Ha jól látom. Nem, azért annyira még nem. Nem. Kocsolászó nagyon blokkolva fék ezt a gumikat, majdnem. Szerintem Mário elgondolkozott egy pillanatra, hogy be kell dobni az autót, de aztán... Viszont, ha Fodor Gabi innentől higgad marad, és nem rontja el, kinézhet neki egy futamgyőzelem, az itt 12 másodpercet kéne ledolgozni. Hát szerintem azt nem lehet ledolgozni. Elég jó köröket fut Gábor. Az is tény, hogy 8 perce van rá. Hát nem hiszem, absz, Kocsász is, hogy megcsúszik. Kicsit, mintha szenvedne Kocsok Laci ezekkel a gumikkal már. Az eső az továbbra is 23%-osan esik. Maradt a 97%-os vizes pálya. Közben jól látom, akkor Schmidles meg összecsapott eset, hol lehet Lacit. És feljött a 10. helyre. Sőt, ha jól látom, akkor közel van. Csipos Tamáshoz. Hol lehet Laci az egyébben esik vissza. Valószínűleg neki is tényleg sérülhetett az autója, igen. Mert ilyen szintű visszaesést... most is, ó, de sodródik kifelé. Neki is ment a falnak. Igen. Azt hiszem, ezt ő már csak becsületből viszi végig. Igen. Igen, itt a grafikai megjelenésen nem foglalkoznak a nézők. Én is nézem, foglalkozom vele. Sajnos úgy ez a játék az egy ponton, hogy száraz a pálya, de közben nem az. Nézzünk rá, hát a tévés autóra is, ugyanis Ádám a tévés autóval indult el. Ezen az egy futamon kivételesen helyetted. Hát nem tudom, attól függ milyen tempóban gyógyulok. Absz, és közben Kocog Laci és Mário egymás mellett. Mária meg is csúszít. Így viccelett össze. Puh. Hát az nem sokan múlott. Valóban. És most is hibázik, kicsit szélesen fordul, lehet, hogy kicsit túlterhelt azokat a gumikat Mário.
Itt egy hangyányival Laci jelenleg gyorsabb, mint Orbán Peti. És nincs köztük akkora távolság, hogy a elkövetkezendő 6 percben ne történhessen bármi. Utolsó körülben pontod lassabb volt. 7 tizeddel. Last lapot nézne a fastest lapot. Bocsánat, igen, oszlopot tévesztettem. Csatáznak, de egyébként el nincs messze tőlük Orbán Peti. Sőt, kimondottan közel van hozzájuk. Valóban. Próbáltam, két másodpercre van. Robi pedig épp lekörözésben van. Ó, pasó, egyenesen elhagyja a pályát inkább. Föl ne tartsa. Igen, csak most ahogy rosszul jöjjön vissza. Jaj, most jönnek a többiek még, az a baj. Nézzük, hogy tudja megoldani ezt, pasó. Jól van, gyönyörűen megoldja, egyelőre lehúzódik, elveszi a gázt, elveszi. Nagyon szépen csinálja, nézzük, Máriót is elengedi. Elengedte őt, és szinte állt a pályán, hogy el tudjanak menni, ez nagyon korrekt volt tőle. Valóban. Nem lastott senkit se. Két másodpercen belül van. Hát egy kicsit közelednek. Apránként. Kocoglacék Petire. És azt nézem egyébként, hogy Robi most tudta magát 10 másodpercen belülre hozni. És még 4 perc van hátra. És igazából csak 6 tizeddel volt tőle gyorsabb az utóbbi körükben. Hopp. Peti is már nagyon szenved azokkal a gumikkal, ahogy elnézem. Igen, és Kocog Laci meg abban a helyzetben van, hogy azt is előre menekülni. Bocsánat közben. Épp akartam mondani, hogy csatázik. Lajos, Schmidt Lajos és Rafael Kristóf, de így nem. Viszont mögöttük Horváth Laci és Helyes Ádám. Na, talán... Illetve Sipos Tomi és Szőlősi Tibi. Juhúj, majdnem összemennek. Erről lemaradtunk. De bizony még csata van. Igen, de két helyen is csata van, sőt most a Márióknál is csata van, mert visszaérkezett Márió Kocogracira. Egy másodpercen belülre. Igen, látom. Nem könnyű. Azt és most megint hibázik. Csoma is így Ádám elmegy mellette. Ezt a kanyarat ezt rendre elrontja mindig Laci. És így Ádám feltett 11. helyre. Ahhoz képest, hogy most kezdett el csak készülni, tulajdonképpen, nagyon jó. Igen, igen. És ismét 5. helyen. Tipos Tomi pedig támadja 7.-8. helyen Szőlősi Tibit újra. Látom, közben Kocog Laci fordul kicsit szélesebben és körözik le Pásztor Pétert, na nézzük, ez még bekavarhat, de nem szépen lehozott Peti is. És Péter is. Nagyon korrektül csinálta. És most, jó, mi történt Tibivel? Úgy láttam, megbicsaklott az autó kigyorsításon neki, nem láttam, hogy falat is érintette. De visszanézzük, hogy mi történt. Igen, megcsúszott, és kicsit megkocolt a gumifalat, de csak egy picit a hátuljával. Annyit oldalán még nem sérül, viszont így visszaesett a 9. helyre. Közben Imi írja, hogy folyamatosan blokkol a autó a srácoknak. Igen, folyamatosan szenvednek fiúk végtávaknál. Viszont megérkeztek Orbán Petire, Kocog Laci és Mário. Egyébként nagyon szépen látszik, ahogy például Kocog Laci most fékezett, hogy kicsit kiengedi a féket, hogy ne blokkoljam. Szépen látszik, hogy billeg az autóra. Ez a Fodor Gábor az utolsó körét kezdte meg. Majd meg a végén lesz egy 3-as csata. Dobogó legalsó fokára. Hát azért ahhoz messze van szerintem. Hogyha nem igazik Peti, akkor ezt már végét tudja csinálni. Valóban, én is azt gondolom. Egy másodpercen belül van már Kocog Laci. Nem, mint a DRS nem használhatnak.
Igen, de még mindig úgy érzem, hogy talán, mint hogyha Mário egy kicsit közelebb lenne Kocog Lacihoz, tehát több esélyt érzek arra, hogy a negyedik helyen megtámadja Kocog Lacit, mint hogy Laci odaérne Orbán Petire. De Peti megcsúszik, és Kocog Laci is egy kicsit elrontja hozzám mérten. Mindegy, hogy már csúszkál nagyon, azért kapnak azok, akkor még én nagyon kíváncsi ezek arra második futamra, hogy aztán 40 percet hogy fogják kibírni ezekkel a gumikkal, ha már most így szenvednek. Ilyet, alibír Kocog Laci elfordulni. Nagyon alul kormányzott, közben megyünk előre, ugyanis Fodor Gábor az utolsó kanyarét teljesíti. Hát te kövesd a csatát, én már mondom, már befutott, és Fodor Gábor a negyedik helyről megnyeri az első okhelyemei futamot. Szpertesett, szépet versenyzett. Második helyen jön Sós Robi, aki a tizedik helyről hozta fel az autót a második helyre, az is nagyon szép teljesítmény. Negyedik, ötödik helyen sem érzem, hogy lesz már változás. Harmadik helyen Orbán Peti meg tudta tartani. Szép versenyzéssel. És mögötte nagy csatában még Kocog Laci és Ambros Mário. Hát a négy, ötödik. Hatodik helyen érkezik Kocog Laci csapattársa, de még előtte meglátogatja a füvet egy kicsit. Szent Miklósi Tamás. Ő is csatázott bőven. Nem unatkozott a futamon. Abszolút, és mögötte van egy kis csata még, vagy ez legközelebb, bocsánat, Sipos Tamás körözte le Pásztor Petit, 7. Sipos Tamás, hogy Pásztor Petit 15. helyre hozta az autót. Tibi végül felt a 8. helyre, megelőztek Kristófot. 10. helyen jön Schmidt Lajos. 11. helyen Ádám. 12. helyen Mojzes Attila. Somó 13. Nagyon küzdelmes versenyen. Feri van még körön belül. Ha jól látom. Igen. És azért Szabó Ferinnél is úgymond, tehát hogy az eddigi futamokon általában azért köröket kapott, most viszont sikerült körön belül maradni a jelen körülmények között, azért ezt mindenképpen én megemlíteném. Igen, igen, is akartam mondani. Há, pasó, nem tudom, jó igen, egy kör házemben volt. Igen. Már meg így ünnepel. Az eredménynek. No. És már látható is a nem hivatalos végeredmény. Hát... őszintén szólva a verseny ezt a futamot így összefoglalandó, ugye az eső miatt nagyon aggódtunk, hogy lesz csetepaté, törés, zúzás, tulajdonképpen elég simán lement. Igen, igen, igen. Úgyhogy... ehhez mindenképpen gratulálok a srácoknak, illetőleg technikai szünetet tartsunk. Szünetet tartunk egyet. Szünetet tartunk. És nem sokára jövünk vissza. Még egy 6 perces termapunk. Itt mi is pihenünk, aztán jövünk ismét. Addig is nem jöjjtek sehova. Sziasztok! Sziasztok! Devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I had to confess. Bang, bang, I'm a hit.
Sziasztok, ismét itt vagyunk. Kb. Egy perccel második futam kezdete előtt. Még itt látható az első futamnak a végeredménye. Talán hivatalos végeredmény. Itt a Fodor Gábor nyert, egy nagy fölénnyel. Második helyen Bert végzett, és a harmadik helyen Orbán Peti. De egész jó kis csaták voltak ez a körülmények között. Nem irigylem a versenyzőket, azért ennyire vizes pályán elég nehéz menni.
No. Főleg, hogy elég kevés tapasztalat is van. Így vizes pályaterén ezekkel az autókkal nem nagyon volt fordult el, hogy lehet volna velük menni. Ugye Zoli? Vizes körülmények között nem mentünk még. Azt gondolom, hogy elég kevés tapasztalat volt, ahhoz képest egész jól helyt álltak a fiúk. Okajamába mentem én, még a... most. Nem Okajama, bocsánat. Oserslében, az O betű megzavart. De ott is csak edzés alatt. Tehát a felkészülési időszakban. Igen, és volt, kezdetet veszi a második futam. Amit Robi fog. Éről kezdeni. Majd ott üldözi Orbán Peti. Így van. Ambrus Mário. Illetőleg ide tartozik akkor a technikai információ, hogy Pásztor Peti büntetés miatt boxrajtot osztottunk ki. Igen. Így ő a boxból fog rajtolni. Igen. Még a Hungaroringen talán emlékszel, tolatott a pályán. És Somával nagyon-nagyon csattantak, amiből én keveredtem ki jól. Egy kis technikai hiba volt a gépezetbe. Tudtuk. Hiszen most semmi sem látszott a képernyőn. Csak az autók. Semmel például meg is kezdődik a felvezető kör. Továbbra se jobb pálya állapota, ugyanúgy esik az eső. Igen. Ahogy eddig. Viszont így a verep alatt 98%-os lett a pálya állapota, szóval vizesebb lett 1%-kal. Azért látszik, hogy 16-an vannak a pályán, az a 16 versenyző tudja valamelyest szeretni a pályát úgy is, hogy közben esik az eső. Még ha nem is nagyon, de minimálisan tudja. Rabbi se kíméli az autót, ahogy elnézem itt a felvezetőkörön. Ehhez képest a BTCC futam, akkor jóval lassabb felvezetőkör tudott teljesíteni. Igen, de BTCC-n jobban is fogynak a gumik, de én azt gondolom, hogy itt most ez vissza fog ütni. Á, Robin, Robin nagyon jól tudja kezelni. Igen, és jó tempót is tudott menni végig, igazából. Igen, kíváncsi leszek. De azt gondolom, hogy lesz, akinek ki kell jönni gumit cserélni. A 40 perc alatt. Hát, lehet, hogy elég sokaknak szerintem. Főleg a utam végét lesz a végét nézve. Mondjuk igazán nagyon néztünk... Fodor Gabi elrontja a felvezető körét. Beleállt a falba. És ott sokan hátul ütköznek is, mert megáll a mezőny. Akkor hát a restart lesz. Nézzük Ádámot igazából. Igen, restart. Így van. Na, hogyha így is alakult, akkor én most megnézem egyébként. Kinek mennyire kapott a gumija? Előző futamon. Hát igazából egy körönként ilyen 1%, majdnem mindenki kevesebb, mint 1%-ot kapott. Ő. Abba ezt most biztos szívják a többiek. Nem tartom valószínűnek, ez bármelyikükkel megtörténhetett volna. Az az igazság. A belső kanyargós részen egyébként a legutolsó visszafordítónál, ahogy kigyorsított, ott csúszott meg az autója keresztbe. Aztán állt bele a falba. De azt nézem, mennyire koptatták a gumikat a fiúk. De azt kell mondjam, hogy abszolút nem kop.
mutatták, 12-13 kört kellett testenük, és... ide pedig a legdurvább az, most nézem, hogy Kristofnál volt, én ment le 71%-ig. A többieken 80%-ig mentek le. Persze vannak. Ahhoz képest eléggé furcsán viselkedett az autó. Hát ugye azért ennyire vizes pályán már számít, az is, hogy elkapjuk 10%-ot is kapjuk, az is számít már. Oda beleállja az a 10%, ugye... nem jó. Tudja, jó, elvezetni már a... értem. ...vizet. Ugye a restartolás miatt azért tegyük hozzá, hogy így egy autóért egyébként nem szoktuk újraindítani a futamot. Azt hiszem ebbe beleszámítanak a körülmények is most, hogy ilyen esős idő van. Igen, de mondjuk, hogyha a Gabelsz esetleg valami hiba volt, akkor kérhetett restartot. Én nem láttam, hogy történt. Annyira a kigyorsítással egybeesett a dolog, hogy nem tartom valószínűleg, hogy technikai hiba lett volna. Szerintem tényleg csak nem tapad be neki úgy az autó. Most is megcsúszik keresztbe, de meg tudja fogni. Hát nagyon probléma legíteni a gumikat. De most már talán csak körbeérnek a fiúk. Egyébként azt hiszem egy ilyen lehetőség van, a második már nem lesz tartó, hogy Ádám. Kivétel, hogyha... nagyon sokan... ütköznek. Hát igen, ez a restartolós díj, ez az Ádámnak a szívügye. Meg is értem persze. Nem könnyű eldönteni azt, hogy mikor... restartolni az amikor ne. Na kíváncsi vagyok a második futamra, hogy hát nem így gyorsulsz. Az első futamot megúsztuk végül baleset nélkül. Azt gondolom, hogy ezt is meg fogjuk úszni baleset nélkül. Ki nincs a helyen. Sőt, hogy még óvatosabbak lesznek, és szerintem helycsere sem lesz. Na, és gyulladnak ki a piros lámpák, és ebben a pillanatban elrajtó, Robi nagyon jót rajtolt, meg Mário is. Fodor Gabi alatt megbicsaklik az autó. Hopsz, és ott meglöki Mário kicsit. Robit, hopsz, ott valamelyik. Tehát Miklós itt, amikor ők meg. Nem, és autó és többen is összetörnek. Hát ez mi volt itt? Minden volt. Szöllősi Tibi és Pásztor Peti nagy csapába. Orbán Peti progja lett volna a pályára gyorsan, Robit még hát, hogyha sikerül, de nem. Hát ott hátul, ott minden, és közben ott valamelyik killer biztos, szerintem Louis volt füvem. Igen, mellette megyek Kristóf, éppen. Ádám pedig már nincs elég közel. Igen. Na Ádám, amit történt, miért fékezett le? Abba ott hátul valaki keresztbe állt, az szerintem a Bál lesz. Ő van a legjobban leszakadva a mezőnytől. Az első négyes az megtartott a pozitját. Itt Lajos megint megpörgött. Tibi alatt is nagyon csúnyán megcsúszott az autója. Hátul Pálnak van, nem stimmel az autó, nagyon rán cigálja azt a kormányt. Közben most már szépen lassan lerázza magára mindenkit. Robi, szerintem az ő futóval lesz tisztám. Nem lennék meglepve. Mário köze próbáltam. Egyébként Mário az azt hiszem, hogy az első futóban egész jó kezelte a gumikat. És most a kigyorsítása is jobb talán egy kicsit, mint Petinek. Ez a száraz rész itt továbbra is megmaradt a játékban, jól van. Közben hátul, ahogy a Satillát előzően Peti, Pásztor Péter és Schmidt Lajos is elmegy mellette, ha jól látom, hogy az. Igen, és Moise is. Hát, nagyon lassú. Ha valami gondja neki is van, azt hiszem. Nem lehet, hogy defektje van. Vagy csak annyira sérült a futóműve.
Meglátjuk. Figyelem, hogy mit csinál. Rajta maradok. Imi közben írja, hogy 6 autó tört, és még rengeteg van hátra. Igen. De bagzabárnak, aki lehet menni, az a Gábor támadja Sipos Tamást. Közben mögött a Horváth Laca támadja Kristófot. De egyik se el sikerre, sőt... Csomának eléggé korrigálnia kellett. Viszont Kocok Laci meg fölugrott a harmadik helyre. Mário ott valahogy megelőzte, igen, lemaradtunk róla. Lehet, hogy Mário annyira támadta Oren Petit, hogy... Igen, mert Oren Peti el is ment. Valami történhetett, miközben néztük. Apot hátul! Sama a falban. Na mi történt Samával? Rossz kigyorsítás, nézzük meg azt a kigyorsítást. Csak volt a tempó. Nézzük, nagy volt a kigyorsítás. Egy kicsit furán mozog, de az autója letette a fűre. És pont óra lát bele. Ezt is jött a 9. helyre ezzel, Ádám a 8. Attila pedig a garázsban van. Attila, lehet, hogy javítani van. Ez a Gábor tolja a pályáról. Sipos Tamást. Ó, hát Laci annyira próbálta támadni Rafé Kristófot, hogy végig az, hogy ellopta. És Ádám immár a 8. helyen van. Igen. Így. Majd is azóta kijött a boxba, úgyhogy csak javított szerintem. Igen, de direkt nem beszéltem róla, mert jelenleg egyelőre elég nagy a hátránya. A más is Tibi közben csatázik. Mögöttük Schmidt Lajos. Ami csak másfél másodperccel vezet. És jelen pillanatban nagyon egy tempót autózik Orbán Petivel. A Tamás letolja, és Tibi most a fűre. És el is megy mellette így, szemlékos a Tamás. És már próbál szélárnyékozni. Közben lemaradtunk Gábor előzéséről, de legalább egyiket láttuk, de ugye visszanézzük Gábornak az előzését is, hogy mi történt. Tamás hibázott, és ezt használta ki. Igen. Az kemény volt Gábortól, szépen megoldotta. Szép volt. Ezek már a vége. Azt akartam mondani, hogy Oren Peti nem lassabb. Jelen pillanatban sorsabító, nem tudom, hogy most kímélő tempót autózik-e, vagy ennyi van ma csak benne. Nálam a lifetiming eléggé szaggat. Hátul, Tibi és Schmidler megint a fülön volt. És is inkább hátrafele mászkál, mint előrefele jönne. Van fiúkkal. Lehet, hogy elfeladtak az első futamon már? Elképzelhetőnek tartom. Mi még hosszú ez a verseny? Azért még itt van még 33 perc, azt még végig kéne küzdeni. Akkor ugorjál be, aztán menjél esőbe. Ne haragudj, mentem már esőbe, ennél is jóval nehezebb pályán. De nem ebben az autóval. Hát azért egy Ferrari se könnyű. Nem vitatom. Pásztor Péter is a fűre ment egy kicsit, terőszítette, szoktak lemenni a fűre. Ezért mondtam, hogy ez a két, utolsó két kanyar kombináció, ez nem egy egyszerű, mert ugye lejt ki a pálya. Igen. Nagyon könnyen el lehet mérni ezt a tempót, és rögtön fűben vagy. Viszont úgy látom, hogy Louis érkezik meg Tibire, aki meg is csúszik most. Tibi hibázott, igen. Eddig is ott volt. Igen, egy pici hiba, és elég is arra, hogy elmenjen a másik. Opsz, és most nagyobbat hibázik. Le is, hogy a fűre így el fog menni mellette Pásza Péter is. Lendületből. Igen. Csak volt.
Jaj, majdnem neki húzta az autót. Hú. Azt hitte szerintem Tibi, hogy még hátrébb van. Még szerencsé, hogy észlelte. Közben... Soma és Ádám... szórakoznak. Ádám a hetedik per pillanat. Igen, és Soma is nagyon szeretne a hetedik lenni. Igen. És Kristóf sincs messze tőlük egyenlőben. Igen, épp azt akartam menni ezeket, hogy Kristóf milyen köröket megy, 37... Hét, előbbző köré, vagy gyorsabb volt Ádám elmondja. Két tized, de igen, látom. Hibázott. Azt kell mondjam, Orrán Peti még mindig tartja a Robi tempóját. Kíváncsi, hogy meddig fogja tudni tartani Robi tempóját. Szóval én örülnék, hogyha tovább bírna tartani Robi tempóját, mint a Robi. Egyébként csak, hogy mondom neked század... Négy századdal volt csak. Lassabb Robi Petitől, szóval nagyon közel van egymáshoz az utolsó körük. Igen, de Soma lássuk megint be hibázott, is, hogy... és megint megy a shoulderba. Lássuk be azt is, hogy az is benne van, hogy... Azt is közben Ádám nagyon ráesett Kristófra, valamit hibázott Kristóf a kigyorsításnál. Akkor elkezdett már fékezni Ádám. De úgy látom, neki volt igaza. De biztosra megy, ez a hetedik is szerintem neki olyan, hogy ajándék szinte. De bejöttem, akkor matotta meg azt, hogy, hogy fog versenyezni. Közben nem beszéltünk róla, de magában az ötödik helyen van. Igen, Szörlősi Tibi meg kiállt. Na. Kereket cseré, vagy fel is adta? Nem, futó. Nem, DNF. Ó, kiesett. Ja igen, látom. Azt összetörte annyira az autót, hogy nincs értelme folytatni. Hatodik, hetedik helyen van. Igen. Valóban, nagy, a legnagyobb csata. Na most állnám egy kicsikét. Vagy... Nem mert abba a közösségbe menni, vagy pedig Kristóf talált valamit. Hát azért tudjuk, hogy Kristóf nem lassú. Tehát ez már így kiderült. Legyen ezek a vizes körülmények nem fekszenek annyira Kristófnak. Hát... Tulajdonképpen az első futamán tizedik helyen hozta be az autót. Kvalifikáción, vizes körülmények között. Így... Azt azért látjuk, hogy egy körön biztos, hogy nem jelentősen lassabb, mint Ádám, vagy gyorsabb. De így van, arra leszek kíváncsi, hogy ez a 40 perc az kinek hogy fogja bírni a gumi. Azt is Ádám most lemegy a homokba. Még szerencsé, hogy nem veszít annyit vele. Egy Csomának adott lehetőséget, hogy visszajöjjön rá. Mário és Kocog Laci között is per pillanat megállni látszik a különbség. Igen, ott is 2,5 másodperc különbség van. A Bessz is Mário ott a 3 és meg 3,3, igazából a Bessz zárja össze az ólót. Ugye ő gyorsan tőlük. Elég sokkal. Kocog Laci-tól nem volt sokkal gyorsabb. Viszont Mario-tól 7 tizeddel volt gyorsan. Viszont most, mintha csak kezdene lassulni Orbán Peti, és visszaest a tempója. Ádám viszont most egy kicsikét, mintha érkezne Kristófra. Igen. Bár még nincs támadó közelségben, de valamennyire főzárkózik. Igen, például őt nézzük. Tévés kocsinkat nézzük, hogy milyen szépen szágod itt a aszfaltsíkon. Igazából ők vannak a legközelebb egymáshoz, és pontosan hárman. Többiek az eléggé távol vannak egymástól. Hát, Soma is már egy kicsit le van szakadva. Igen. Orbán Peti... 12-13. Helyen is kezd kialakulni Stupieri útól Szabó Ferit. Így van.
le is másolja Szabó Feri hibáját, de ezzel együtt is jobb a kigyorsítása. Stupinak meg lesz, meg lehet. Hát most én inkább Ádámot nézem, mert egy jobban szorosodik a helyzet. Persze, csak közvetítem, hogy itt mi történik. Stupi jobb féktávot vesz, jobb irányból, de itt nem lehet előzni. Szentmirigos Tamás is közeledik Sipos Tamásra. Ádámat megcsúszottak itt az autó, de megfogta. Hárman jól el vannak. Igen. Azt hiszem, hogy olyan pedig nagyon visszaesett a tempója. 36-55-et ment csak, és hát például most már közelebb van hozzá kocoglacint Peti Robiosz. Na nézzük Ádámat, most az egyenesbe tud-e valamit kezdeni? Nem. Istoffal. De nem. Pásztor Peti viszont lehet, hogy most a hátsó DRS zónánál meg fogja tudni előzni. Somos is teljesen megérkedett. Ops, és Kristóf hibázott. De nem tudta Ádám kihasználni. Nagyon közel van nekem máshoz Soma is. Szabó Feri és Pásztor Peti is ütközik. Nagyon kemény. Viszont Gábor, Fodor Gábor már csak már 2 másodpercen belül van Márióhoz képest. Masó ismét nagyon szépen elengedte a többieket. Hoppa, na most mi történt? Pásztor Petit elengedi Szabó Feri. Nem ér engedte, hát egy köcsöt aztak. Megcsúszott egy korábbi kanyarban, keresztbe állt, és Pásztor Peti belement oldalról igazából. Ja, értem. Tehát már ott meg lett volna neki. Értem. Viszont Szabó Feri nagyon ügyesen alkalmazta, hogy nem állunk meg a pályán. Igen. Megy tovább, aztán hagyja, hogy utolérjék. Szóval... Előd is egyre... Soma is most már nagyon érkezik Ádámékra. Na, meg most emelkedett Sipos Tamás is. És... Horváth Laci... nem. Szentmirigos Tamás. Igazából egy 5-ös vonat van. És a háttérben hibázott Tamás egy kicsit. Igen, és Kristóf fogja ezt a vezetőt. De közben... Fodor Gábor... Mondja, Svitlős, mi történt? Ő is meg fog érkezni majd ebbe az ötösbe. Igen, viszont Fodor Gábor 1 másodpercre van Máriótól. Pontosabban most kicsit kijebb, kintebb van. De gyorsabb nála. Visszakapcsolunk hátra egyelőre. És most hibázik Sipos Tamás, így elmehet mellette Szentmikosi Tamás. A két Tamás csatája. És el is megy, mellette kihasználta azonnal azt a hibát. Ádám én mindig nem bír. Én eltűnt valaki. Miközben kitűnt el innen. Honnan? Mely nem látok eltűnőt, egyes egyedül... Horváth Laci tűnt el innen. Visszaesett a 10. helyre. Valami történt Horváth Lacival. Horváth Laci Ádám mögött volt. Valóban. Hát, de még mindig gyepálja Kristófot, de nem tud valamit kezdeni. Most le is szélesítette az előbb a pályát, így Füvön nem igazán tudott gyorsítani. Ebben szóval leszakadt kicsit Máriótól.
nyoma van nagyon rajta most. Igen, és Szent Miklós is pedig... Hibázott, igen, látom. És így most ez a hármas a legizgalmasabb csata. Igen. Tamás igen, annyi ezen megelőzte Sipos Tamást, és most erre elkezdett hibázgatni egyre többet. Igen, és Sipos Tomi alatt bicsaklott meg az Audi egy pillanatra, de nem eléggé, így Soma nem tud beférni mellé. Igen. Jaj, de közel volt az a Soma, azt hittem meg is lök egy kicsit, de nem. És Tamás alatt, bizony, Szent Miklósi Tomi alatt nagyon csúszkál az a Merjo. És most Soma talán más mellett vannak, hú, az nagyon meredek. Nagyon nehéz ilyen körülmények között. Igen. Az a kizárás, ahogy Somát kizárta a Sipos Tomi. De most viszont az egyenesbe. Télárnyékból ki tud ugrani vajon Soma? Megpróbálkozik mindenképpen, nézzük meg, és tud állni. Jaj, elfor, nem fordulnak el. Össze is érnek. De mennek tovább. Várható volt. Soma korrektül nem agresszívkodik, visszaengedi. Igen. És itt Szent Miklósi Tomi jut egy lélegzetvételnyi előnyhöz. Így van. És úgy megközeledett hozzájuk. Igen, valóban. Közben arról is lemaradtunk, hogy Moisey legalább Pasót vissza tudta előzni. Annyira előre figyeltünk. Nézzük, Fodor Gabi. Fodor Gabi pedig elkezdett újra leszakadni Márióról. Állap is van más, már most inkább pontos, hogy közeledik szerintem. Túlra 1,2 csak a hátránya. Aha. Most közeledik. Még a fele hátra van a versenynek. Egyre szerencsé, csak egy kiesőnk van. Orbán Peti egy pár kör alatt 4 másodpercre esett vissza Robitól, viszont azóta viszonylag lassult ez a tendencia, mert a Robi az utóbbi időben igazából 3 másodperc előnyt tudott idézőjelben csak autózni. Igen, majdnem 1 másodpercet ott közönként most vezetnek Robi. Elég sok. Az Mário gyorsabb egyedülre, mint Pocog Laci, 4-10-re gyorsabb volt az előző körében. Soma de szükre vette azt a kanyart. Ennél szükre már nem is vette volna. Ádám még mindig. Soma érkezik újra. Sipos Tomira. Istofot, viszont Tamás megékedett Ádámra, úgyhogy Ádámnak nincs ideje bámészkodni, vagy lép, vagy nem lép, és akkor hátra lép. Erre lehet nem kell, mert Tamás még infüvet nézett, megnézte a fű állapotát, hogy jobban tapad-e, mint az aszfaltcsík. Rájött, hogy nem. Inkább visszatért az aszfaltcsíkra, és Soma is megnézi. Igen, de ott talán nem veszít vele még annyit. Megérkezett egyébként Gabesz egy másodpercen belőle. Mário is egyre jobban szenvedne a gumikkal. Eltűnt ez a másfél másodperc hirtelen. De még kicsit pihentette a gumikat Gabesz. Nagy tempóval érkezett meg rá. És most egy kicsit pihentette, és most újra támad. Minden lehet? Hát egy 9-10-en belül van. Teljesen más híveken autóznak. Mert sokkal szürkebben tartja az autót. Ez egyébként Kocog Lacinak lehet jó, hogy így ők elkezdenek csatázni. Hát így lassítják egymást. Igen, de valahogy most meg itt a kigyorsítás a Máriónak a célegyenesre jobban sikerült. Talán, nem tudom. De kicsit, mintha elnyúlt volna. De az is lehet, hogy szájnbeállítás is más.
És Szent Miklósító mi megelőzte Ádámot, és mi már ő üldözi Kristófot. Igen, erről lemaradtunk, de gyorsan vissza is nézzük, hogy mi történt itt. Ádám kicsit szélesen fordult, szóval össze is értek. Nem tudom, mennyire volt ez szabályos előzés, nem láttam. Ádámot ismerve óvást nem veszünk, hogy sose tudjuk meg. Viszont is Sipos Tamás támadja Ádámot. Hát ő vízbe várja Tamás, amit csak közeledne rá. Bacsott nekem, hogy csalóka. Azt is Mária hibázott. Fűről jött vissza. De Gabi ezt nem tudta kihasználni. Ezért most már alakulnak az események, így a futam végére kezdenek az elfaradni a fiúk most már. Egyre jobban. Meg a gumik is kezdenek elfáradni. Azt hiszem, hogy senki se vállalt. Látom, boxkálás, bár előbb Szabó Feri kimbolt a boxba. Mário keresztbe csúszva. Ez már nagyon szűk szabta, ez nem biztos, hogy egészséges lesz a következő kigyorsításra. Erőlteti, Mário erőlteti. Igen, menekül, de nem tud hova, most nagyon közel van hozzá Gavesz. Nézzük ezt célgyenes végén. Nem meri. Nem akart megmondom. Ilyen esős körülmények között meg is értem Gabest, hogy nem próbálta meg. Igen, és most Mário hibázott. Ismételten. De ezt ki tudta védekezni. Igen. Na most nagyon közel van Gabest, nézzük, megpróbál-e beugrani, de nem. Azt gondolom, inkább erre a egyenesre vár a Gabest. De ezt szóval valahogy jól csinálja Mário mindig. Most is jobban csinálta a Gabest, de keresztbe csúszva jött ki a kanyarból. Nem könnyű azért is szélnyiból. Abszolút is közös Sipos Tamás megölözte Ádámot. És Tamás leért Stofra. Máriót ment tovább, ugye pálya Gabest. Szóval ezt mondom, ez Kocsolocinak kedvez. Bár mondjuk közelednek Kocsolocinak még így is. Ami nekem furcsa. Lekörözötteket élnek utol, Gabest és Mário. Lehet, hogy azt tartott be egy kicsit Kocsolocinak, vagy pedig ennyire lassú már az autó. Nem igen, tudom, Pasót érték Pasó, utol. Igen. Megint szépen elengedte őket. Ez a furcsa, hogy Kacorac jó kört futott. Ja nem jó kört futott, bocsánat. De olyan gyenge kört futott, 37-6-ot futott csak. Ajátett, hogy mi volt az a nagy közeledés. Lehet, hogy ő rossz ütembe érte utol Pasót, mert valószínűleg Kocog Laci a abszolút belső kanyargós részen, ahol aztán tényleg esélye sincs az embernek, hogy igen. Jó ütembe engedje el a gyorsabb autót, minden jó szendék ellenére sincs. Igen, ha nézzük, Tamásnak sikerül-e, ez be Ádám visszatámad Sipos Tamásnak, és hát próbálkozik. Ádám csak ijeszget, továbbra is nézelődik. Igen, csak. De viszont ott előtt és most Tamás. És Tamás Szent Miklósi Tomi, ővé a hosszabb ív, ezt ki tudja így védekezni Kristóf. De... És itt Sipos Tamás is bejöhet a játékba. Kemény, és Ádám fékezi el nagyon csúnyán. Azt hittem neki megy Sipos Tamásnak, lehetett látni, hogy szíte állt az autó féktávon, hogy próbálta valahogy irányítani az autót a blokkoló kerekekkel, de nem nagyon sikerült neki, szerencse volt, ha nem találta el. Nem sokan múlott. Ups, és most ér össze. Szent Miklós itt találja el. Kristóf. Igen. Nem adja vissza a pozíciót. Nem tudom, hogy fogják ezt megítélni majd. Itt meredek volt szerintem ez. Ha érkezik rá óvás, akkor úgy is kiderítjük. Igazából így első blikre
Kristófot nem láttam szabálytalannak. Hát igazából elrontotta a féktávot, és neki csúszott Tamás. Igazából nem előzhette volna meg, mert ugye nem tudta elfordulni ezzel egyáltalán Kristóf szerintem, de hát csak ilyen külső kamerából néztem meg egyszerű látásból. És most Kristóf áll félre. Miért? Miért engedte el Sipos Tamást? Lehet, hogy sérült az autója? Mindjárt nézem. Vagy hibázott. De nagyon olyan volt, mint hogyha elengedte volna. Vagy úgy van vele Kristóf, hogy ő Ádámmal akar csatázni. Nem látszom, hogy Kristófnak nagyon dolgoznia kéne, vagy Gábor. Az indokoltnál jobban kéne dolgozni a kormánnyal. Közel Gabesz ismét Mário mögött közvetlenül. Igazából Gabesz gyorsabb lenne, mint Mário, mert előbb is 1,3 másodpercre eltávolodott tőle, és most megint visszajött. Bedolgozta ezt a hátrányt. Igazából a körülmények rovására írom, illetve hogy annyival nem gyorsabb. Talán. Változó. Közben Imi írja, hogy megcsúszott Szent Miklósi Tomi szerinte is. Ha jól értem, amit Imi mondani akar. Na, szerintem azt a Kristóf gondolta, hogy amikor elengedte, elment mellett a Sipos Tamás. Az is lehet, azt nem tudom. Vagy lehet a legjobb Koerik utól. Azt a Péter talán... Igen. A lehet a legrosszabb ütembe érték utól. Nem is jó van, Pásztor Péter szépen elengedte őket. Szinte megáll. Igen. Nem volt egyszerű dolga ott a részen Petinek és Péternek, mert nincs hely hova menni, kénytelen voltak megvárni. Mária meg kicsit cikázgat. Kicsit kiszélesedik, kicsúszik. Nem fér oda Gabesz. Igen. Nem eléggé, nem fér oda Gabesz. Ádám továbbá is tisztöli. Kristófot, és érkezik meg rájuk most már Lajos. Szent Miklósi Tomi pedig Sipos Tominak vagy visszaadja a pozíciót, vagy nem tudom, de le is csúszik az ívről. Most megint megy le a fűre. Na hát, megcsinálta magának, most meg el is tartotta. Egy kell lesz, nem? Igen. Persze azt se tartom kizártnak, hogy próbálta megvárni Sipos Tomit, hogy visszaengedje. Hát nem tudom. Közben Imi írja, hogy igen, Kristófra gondolt, ő csúszott meg. Igen, igen. Köszönjük, Imi. És teljesen máshogy bordul Gabesz. Ott valaki kim van a pálya szélén, az egy pasó volt az. Elég nagyok a hézekok az első három között, 10, 11 igen. És 10 másodperc. Kocog Laci 3 másodperce vezet Mário előtt. Gabesz próbál mindent kitalálni, de nem nagyon tud egyelőre. De azért Gabesz nagy stratéga, úgyhogy ki tudja, hogy még mit fog itt villantani a hátra lévő 8 percben. Igen. Szerintem nehezedik a futam. Lassan ki kell találnia valamit, ha nem tudja megelőzni, akkor valami trükket be kell vetnie. Mojzi, jó, Mojzi nagyon megcsúszott és nagyon
Ó, jaj. Schmidt Lajos egész komoly történetbe keveredett itt. 8. helyen. A só is ment le a fűre inkább. Igen. Na most nagyon közel van Gabesz Márióhoz. Itt próbált az előbb is. Na, keresztbe... Nem mert megkockáztatni. Itt nagyon szenved Márió ezen a részem. Ez is érkezik meg. Igen, nem lehet előzni. Igen. És akkor azt addig örültem, eddig Márió Gabesz előtt van. Hát ha Gabesz le tudja előzni Máriót, akkor Kocog Lacit is meg fogja elfölkapni a végén. Kocog Laci sincs egyre biztonságban. Nincs. Sőt, igazából azt látom, hogy... hogy a lassú részeken tulajdonképpen egészen megérkeznek rá. Igen. Már mondjuk most eltávolodtak. Futott egy 1.36-1-et. És 1.36-4-et Kocog Laci, Mário 1.36-1-et. Gabesz 1.35-5, úgyhogy most éppen Mário gyorsabb is volt Kocog Lacitól. Már nem sokkal. Ez is nagyon csúszkál már. Ádám üldözi megint Kristófot. Nem van nagyon régóta üldözi. Hát persze, csak ott ugye voltak előzések, stb. És kicsit eltávolodtak egymástól, de most Ádám megint ott van. Ja, de Ádám hogy esett vissza a 10. helyig? Louis jött előre. Arról lemaradtunk. Igen. Ádám lassan kört fog kapni. Ha megött a Robi a C1-esbe. Hát talán az elkövetkezendő 6 percben már nem. Hát... nem. Mário megint nagyon közel... Mariohoz nagyon közel érkezik Gabesz a lassú részen. De valahogy itt a gyors részen Mário pedig meg tud lógni. Ádám is most nagyon közel van Kristófhoz. Tőkében próbál fordulni Ádám, de nem. Nincs ellenszer egy Kristóf ellen. Hát fognak még itt több kört kapni. Nagyon közeledik rájuk Robi. Legalább Robi is képen van, mert nem nagyon volt szegény. Emet. 35 perc a futamból és nem volt képem, csak az elején. És megint nagyon közel van Ádám, de nem tud, hogy... hogy kigyorsítan Ádám, hogy jó legyen, és így is válaszan el kell engedni Robit, mert fölkapta a kék zászlót. Gabeszra és Ádámra írja Imi, hogy... Már áll is félre Ádám, és már engedi is a Robit, az szép korrekt megoldás Ádámtól. A szélárnyékban még egy kicsit, mintha el is fékezné. Azt hiszem, hogy most várjuk, és megint életre kelt, vagy pedig Gabesz pihentet egy kicsit, vagy fogynak Gabesz a most már gumik. Igen, és most már Kristóf is elengedte Robit. És minden visszaáll. Ki is jön a szirányékból Kristóf, mert ne nagyon közeledjem. Hogy látszik, hogy kicsit beleemelnek a gázpedálba, Kristófnál is billeg az autó eleje. Ne blokkoljon végig. Ott most, mint hogyha Kristóf kicsit kisodródott volna arról a kanyarról. Ja,
Igen. Az egyik lassabbról, és Ádám egész, most egész biztató pozícióban van, de most ő csúszik ki. Igen. Nem tud Ádám igazán mit kezdeni vele, látszik, hogy Ádám nem nagyon ment ezzel az autóval, és csodálkoztam, hogy itt elindul. Pedig ő nagyon nem akar DTM-ezni. Ádám megy a boxba, na mi történt Ádámmal? Ádám az utolsó két perc a boxba megy, kifölött volna az üzemanyag, elszámolta volna. Hát, nem tudom. Elkérdele vagy lehető. Pedig van neki büntetése. Na, megnézzük, mi történt Ádámmal, úgyis nem sehol se. Csata, és küzdelem. Nézzük, hogy beáll-e. Vagy csak át kell hajtani, mert kapott egy áthajtásost. Kapott egy áthajtásost. Egyen, nagyon úgy tűnik, igen, át kellett hajtani, akkor valamit mi történt, hol kapott. De pozíciót nem bukik vele Ádám. Hát nem, messze vannak a többiek, 10-11-én Pásztor Péter van. Még fél perc hátrányba tőle. Akkor lehet, hogy is közé játszott, hogy nem erőzötte annyira. Valószínű. Kár érte, pedig kíváncsi lettem volna, hogy végén meg tudja igen előzni. Így maradt nekünk Gabesz és Mário. Mário most lesodródott nagyon a kavicságyra, de továbbra sincs elég közel igen, Gabesz. És már csak utolsó perc van, nézzük hol van. Robi még egy kört fog menni, biztos. Pálya végén van. De pont a csumbújba szegény. Hát, van annyi előnye Robinak, hogy elemelje. És... Hát nem tudom, hogy el fogja emelni. Hintem már nem. Eszeveszettül nem fogja elemelni, az biztos, de... Ha csak kavart okozna, nem elmegy még egy körre. Na most talán Gabesz, most nagyon rajta van Mário, Mário hibázik is. Jön és Robin elkezd az utolsó körét. És most már védekezik is Mário. Nagy utolsó, hajrá, alá fordul, itt egy gyönyörűen csinálta ez Gabesz. Nézzük, ki tudnak-e gyorsítani. Nem tudjuk ki gyorsítani. És jobb is a... Ivami Máriónak jut. Utolsó kísérlet volt, de nem. Nem jött össze egyre, még van egy körük. Igen, most járt le az idő. Igen, de Robi már megkezdte a kört. Hú, most nagyon jó gyorsított ki, viszont Gabesz most nagyon rajta van. Húzódik is a Mário, na nézzük, lesz-e utolsó körös előzés a negyedik helyér. Ádám ismét a boxba járt. Azt egy kicsit össze is koccannak. Utolsó körre próbálta tartogatni Gabesz a hajrát. És ezt igazából boxi köszöni. Ahhoz ismét összeérnek. És így iszont el is buktam a helyezést. Közben menjünk, nézzük meg Robit, ugyanis a sok kanyarét fogja teljesíteni. Épp hogy csak megy már Robi. Már így nyomja azt a gázpedált szerintem és... Valóban. 40 perces okkajemái futamot. Robi nyeri a pole pozícióból egy nagyon jó rajtal, és igazából csak végig kellett vinnie. És ezzel meg is nyerte a főfutamot. Mindegy, ennek ez a főfutama. Szépen ment Robi, már nagyon sokat nem látott, nem volt képen. Orbán Peti érkezik a második helyen, ő is szépen ment, próbált az elején megtámadni Robi, de nem jött össze. De megvan neki a második hely. A harmadik helyen jön Kocog Laci. Ezzel aztán egy hét sem jutott. Igen, mert Mário előtte igen, volt. Igen, elég jó helyen volt. Igen, úgyhogy egy hét csavítva a harmadik helyen. Mário a negyedik, Fodor Gábor az ötödik. Ő is javít két pozíciót. Igen. Pipos Tomi, illetve Szent Miklósi Tomi kell még, hogy beérjen. Így van, a többiek már beértek, ugyanis körhátrányban vannak. Sipos Tomi, ő maradt a helyén. Nem is esett hátra, nem is ment előre. Pedig azért volt egy bőven csata. Igen. Volt ő hátrébb is. Mi már grattal a srácoknak, hát mi is rotolunk egyébként nekik, már nagyon szépen leestették ezt a futamot. Nem egyszerű körülmények között. És ezt a két futamot, igen, Sipos Tomás érkezik a hatodik helyen.
így van be is futott, és már csak a hetedik helyen érkezik Szemlékos a Tamás. És ezzel mindenki befejezi a futamot. A többiek már körhátrányban vannak. Ami most a boxban. Sába meg föl a garázsába. Vasó is körbeér. Hozzáteszem, az előző futamon Pasó, minthogyha 4 kör hátrányt gyűjtött volna a 20 percesen, viszont most a 40 percesen 3 kör hátránnyal fejezte be. Hát a mondod. Nem vagyok benne biztos, ez félig kérdés az irányodban. Szerintem szóval nem figyel. Jó, részletkérdés. No, megpróbálok interjú alanyokat szerezni. Oké. Hajrá. Oké. User left your channel. Ez volt a... DTM második futama. Zoli intéz interjút, és hát próbálom lecsalogatni pár embert, addig a végeredményt. Szoros végeredményt. Ilyet is. A Rampeti második, Kocogaci a harmadik. Elég jó kis versenyek voltak ezt képest. Akkor már ketten is itt vannak a városszobában. És ha be is hívjuk, hozom őket. Peti is jön. Aztán itt egy páran szerencsére. Ádám is jön. User joined your channel. No, látom. Többiek már látod, jó. Látom, jönnek szépen lassan, be is húzgálom akkor őket. User was moved to your channel. 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 Na sziasztok, és gratulálunk a eredményekhez. Hát nem egy egyszerű verseny hétvége volt ez. Nem volt könnyű, de teljesítették. Teljesítettétek, és nagyon jó versenyt tudtatott nekünk. Meséljetek. Hogy élveztetek ezt a verseny hétvégét? Robi, kezdjük veled. Én nekem nagyon tetszett. Azt kell mondanom, hogy itt igaz, hogy tojáson kellett közlekedni. Szerintem mindenki bekapcsolt TC-vel vagy alacsony kipörgésgátlóval ment, de így is azért folyamatosan ott kellett lenni a toppon, hogy azonnal korrigálni, hogyha bármi csúszás van. Nem tudom, hogy látszódott-e közvetítésből, de gyakorlatilag nem volt olyan kigyorsítás, ahol ne kellett volna belenyúlni a kormányzásba. Az időmérőm az nagyon jól sikerült, nem is gondoltam volna, hogy ennyire, vagy hogy egyáltalán így az első helyen, mert Peti nagyon jó időket ment, és talán 8 tized volt a különbség közöttünk. Hát mondjuk ez versenyre el is tűnt egyébként szerintem. Az első versenyen vettem egy tök jó rajtot, volt egy kis csetepati az egyes kanyarba, azt sikerült kihasználnom, mert belülről elmentem, gyorsan nem is tudom, fölugrottam vagy 2-3 helyet, viszont utána az utolsó szektorban a balosnál Máriót megpöcköltem, és ki is forgattam, úgyhogy elmondom úgy korrekt, hogyha bevárom. És mire vissza tudott előzni, megint visszaestem a 7. vagy a 8. helyre, már nem tudom, úgyhogy onnantól kezdve kezdtem el kapaszkodni megint. Aztán végül valahogy sikerült a 2. helyre fölegerésznem magam, de hát igazából sok előzésem szerintem nem volt, vagy nem is emlékszem rá, hogy lett volna, hanem inkább úgy, hogy mindenki egy kicsit leszélesedett, és akkor a jobb íven én meg tudtam pozíciót fogni. Az is előzés. Igen, az is előzés, de nem akció volt, hanem inkább a másnak a hibájának a kihasználása. Inkább úgy mondom, hogy próbáltam úgy óvatosan, főleg a féktávokon, és ezzel mindenki szenvedett, úgy hallottam, hogy azért a 2.-3. körtől már nem lehetett ugyanazt a féktávot venni, hanem jóval hosszabbat kellett fékezni. És amikor már utolértem Gabest, illetve utolértem, utol akartam érni, nem nagyon sikerült, mert nagyon jó tempót ment az első versenyen végig. Úgyhogy gratulálok neki, hát ő nyerte ugye az első versenyt, aztán ugye a 2. helyen végeztem.
És talán Peti volt a harmadik, már most erre nem emlékszem. Én voltam, igen. A második versenyen meg volt egy jó rajtom, végül is az első kanyarba sikerült elfordulnom, valaki megpöckölt hátulról, de szerintem ez az autóra egyáltalán nem hatott ki, nem volt semmiféle vezetési probléma vele. És onnantól kezdve próbáltam tartani a tempót, igazából egy pár tizeddel gyorsabb voltam Petinél, de nagyon vártam azt, hogy mikor kopik el neki, mikor fogy el neki az első gumia, mert küszködött végig ezzel a gumikopással, és reménykedtem benne, hogy onnantól kezdve már egy kicsit nagyobb ütemben el tudok húzni. Hát ez az ötödik kör vagy a hatodik kör környékén meg is történt. Onnantól kezdve már csak az elemekkel küzdöttem meg azzal, hogy ne csúszok ki. Figyeljek arra, hogy az autót behozzam a célba. Gratulálok mindenkinek, mert ez nagyon kemény verseny volt. Talán ez volt eddig a legnehezebb verseny, ahol elindultunk. Azért Hamiltonos volt. Akkor mondjam azt, hogy kapja be mindenki. Ez úgy is tudjuk, hogy ezt gondolod. Ez jó volt. Ja, igen, igen. No. Nem tudom, hogy milyen sorrendbe kéne arra... Hát nem tudom, hogy milyen sorrendbe kéne arra... Hát már szeretné, én csak megkezdtem. Aha. Gabesz, akkor vesélj, te tenyelted meg az első futamat végül. Eddig helyi rajt voltál a második futamon, ahol mesélte, hogy érezted a verseny, ezt a verseny hétvégét. Jó volt, jó volt. Én szeretek esőben lenni, úgyhogy én jól éreztem magam. Én gratulálok a többieknek. Nem csak azoknak, akik elővégeztek, hanem mindenkinek, mert azért, ha jól emlékszem, akkor mindenki végigment a futamokon, elég nehéz körülmények között. Az időmérőt azt félig meddig elrontottam az elejét, nem sikerült egy jó kört mennem, utána meg azt hiszem kicsúsztam, és a másodszor, amikor kimentem, akkor meg már annyira esett az eső, hogy nem tudtam volna levitni, úgyhogy direkt nem is akartam, úgyhogy megregettem valahogy a, nem is tudom, hetedike környékén, úgyhogy most nem teljesen szándékosan, de a fordított rajtrácson megint előrébb voltam. Az jó jött ki, ott egy-két kör után már vezettem, és onnantól pedig élveztem a vezetést, és hát meglepődtem, de elég jól el tudtam menni a többiektől, még a Petitől is. Aztán Robi került mögém, és ő se nagyon tudott úgy közeledni, úgyhogy az egy tökéletes futam volt. A másodikon aztán jöttek a problémák. Tulajdonképpen egyetlen egy problémám volt az egész futamon, hogy nem láttam rendesen. Tehát ugye az első versenyen nem volt előttem senki, tiszta pályán tudtam menni, saját tempómat. A második versenyen se volt rossz a tempóm, amikor éppen nem volt előttem senki, de ahogy utolértem valakit, úgy felverte a vizet előttem, hogy nem láttam rendesen a féktávokat, meg hogy hol szeretnék fékezni, kanyarodni, és onnantól megrekedtem, nem tudtam elég agresszívan és elég gyorsan menni. Szerintem pont olyan pontokat néztem ki valahogy a pályán, főleg a féktávokon, ahol normál esetben, vagy hát ahol, amikor üldöztem valakit, akkor pont eltakarta valahogy, vagy nem is tudom. És elég sokat mentem ugye észer mögött. Kb. Két kanyar volt az egész pályán, ahol gyorsabb volt nálam az összes többin, bármikor meg tudtam volna előzni, de nem tudtam egyszerűen olyan közel érni hozzá, hogy rendesen meg tudjam előzni, mert nem láttam a pályát. Úgyhogy elég nyögvenyelős lett a második futam. Egy vagy két próbálkozásom azért volt, azokat azért le tudta védeni. Úgyhogy ennyi lett a vége. Sajnálom a dolgot, mert tempó alapján boxit is még meg akartam fogni. Már jó előre néztem mindig, hogy ő mennyire van előttünk, stb. Már tervezgettem, hogy esetleg ha észre meg tudom előzni, akkor utána boxi után megyek, meg is lehetett volna szerintem, de így, hogy csak utazgattam és nem tudtam előzni, így nem lett belőle semmi. Az a fránya DRS mi, hogy nem volt? Egyébként egyfőben is elég jó volt a szélárnyék, hogyha azért már kicsit közelebb tudott kerülni az ember, akkor szélárnyék az segített. A hátsó egyenesben ott bár csak egyszer vagy kétszer voltam ilyen helyzetben, de észer mögé tudtam menni, volt egy kis szélárnyék, és ott a féktávon ott sokkal, sokkal később fékeztem nála, végül nem lett belőle előzés, úgyhogy sajnálom a dolgot, de összességében jó hétvége volt,
jó kis esős futamokkal. Gratulálunk neked is. Gratulálunk. Folytatod? Teljesen mindegy. Peti? Vadászok. Neked hogy ment? Hát, az időmérő az olyan volt, hogy ugye mindenki igyekezett a legelején kimenni, mert akkor voltak a legjobbak körülmények, én is szépen kimentem, felvezetőkörön össze is törtem az autót, de nem jöttem vissza a boxba, mert úgy voltam vele, hogy inkább még lehet, hogy törött autóval jobb körülmények között gyorsabb tudok lenni, mint majd a második körömön, jó autóval, amikor a körülmények már rosszabbak. De végül úgy alakult, hogy a második körömön, amikor már rosszabbak voltak a körülmények, tudtam javítani. Szerintem, hogyha első köröm az nem ilyen biztonsági kör lett volna törés miatt, én úgy érzem, hogy azért pólhoz meg volt a tempom. Sajnos nem jött össze. Úgyhogy így a másodikát szereztem meg. Hát első futamon ott a rajtnál elég kaotikus volt a helyzet. Úgy jöttem fel konkrétan a 9-ről a 4. helyre, hogy egy előzésem nem volt. Tehát ott mindenki pördögött ki előlem, ütköztek, meg nem tudom. Tehát írt a 4. helyen találtam magam előzés nélkül. Igen. Tehát meg azt hiszem a Somával küzdöttem a 3. helyért talán. Hú. Már nem vagyok benne biztos, és ott az elég necces volt, ott egymás mellett mentünk a 2. kanyar utántól végig. Elég necces volt a helyzet, igen, de megoldottuk. Aztán Soma összetörte sajnos. Hát igazából az első futam ennyi volt, utána a 3. helyen elkocsikáztam. Nem tudtam olyan tempót menni, mint az előttem lévők, úgyhogy nekem ez a 3. hely fix volt. Aztán a második futamra sokat állítottam a kocsin, mert éreztem nem volt nagyon előtapadásom, de sajnos a második futamon is szenvedtem így a 5.-6. kör után. Úgyhogy nem tudom ez miért volt, de mások is mondták, hogy neki sincs semmi tapadásuk. Úgyhogy nem tudom, az Robi az mit talál, de Robinak grata teljesítményeihez nem volt semmi, amit művelt ott elől. Tehát az első pár körbe tudtam tartani, de utána, ahogy 90% lett a gumi, onnantól kezdve másodpercet kaptam tőle körönként. Igen, azt érzékeltük, hogy a elején elég közel tudtál, nem elég közel, tehát közel egyforma tempót tudtatok menni a Robival. Aztán valahogy így hirtelen egyszer csak megnőtt a távolság, de akkor ezek szerint emiatt. Hát igen, valamiért az elején nem tapadt egy idő után, pedig nem melegítettem túl a gumikat, direkt néztem. Nem tudom, mi okozhatta. Hát feltételezhetően ebben a módban így viselkednek a esőgumik. Mert, mint mondtad, elég általános jelenség volt. Boxi? Hát nekem jó sikerült, jobban, mint amit vártam volna, mind a két futam. Én alapból keveset gyakoroltam a helyeten, úgy ilyen körül, ha mehettem, azt is szárazon. Értelen a csapattársamtól kaptam egy szettet, azzal ugrottam be erre a futamra. Azt hiszem, időmérő 4. lettem. Az is jobb lett, mint amit vártam. Az első futamon ott én is benne voltam ebbe a kis tülekedésbe, az első kanyarba. Azt hiszem visszább is estem pár pozíciót. Utána a 4. helyen végig autókáztam, ott észre jött mögöttem már a végére utolért, mert a gumim úgy elfogyott, hogy se fordulni, se megállni nem tudtam, ahogy szoktam is. De viszont annyival nem volt gyorsabb, hogy megelőzzön. A második futamon meg szint ugyanígy. Meg a 3. helyen tudtam jönni. Végülis csak arra figyeltem, hogy Acer meg Gabesz maradjon körülbelül arra távolságra, amire volt, mivel Gabesz nem tudott elmenni. Acernek így ott is maradtak körülbelül abban a 2-3 másodperc távolságban, úgyhogy így volt. Végül. De kínlódás volt már a vége. Gondolom. Azért jól éreztétek magatokat? Mennyire fáradtatok el? Hát én jobban leizadtam, mint egy jó kis csatás versenybe. Tudtam volna. Gondolom. Robi? Én nagyon elfáradtam. Sokat kellett dolgozni. Ezen a versenyen. Többet, mint hogyha száraz pályán, felgumizott pályán mentünk volna. Nyilván ezért is nagy teljesítmény, hogy egy kieső volt talán szerintem a két futamon. Igen, Tibi volt. Igen, igen, Tibi. Tehát 15-en indultunk, akkor 14-en gyakorlatilag be is fejeztük a futamokat. Igen. Gabesz? Gabesz már elfeledt a második futamon, mert felzőtökre neki ment a falnak. Igen.
Ja, igen. Gébe helyett rossz gombot nyomott meg. Túl sok gombnyomkodás volt ott, meg gumimelegítéssel karöltve, úgyhogy ott rossz gombot nyomtam. Nyomtál egy üres. Automata pilótára akartam kapcsolni, de véletlenül a kezembe találtam a kormányt, és az nem feküdt. Úgyhogy resit kértem. Igen, érzékeltük. Peti? Igen, én már voltam. De te már volt? Ki nem volt? Mindenki volt ma. Mindenki volt már. Ádám. Ádám nem volt, neki így van. Jaj, lebuktattál Vox gondolás. Akartam is pont kérdezni egyébként, hogy... Hogy indultál végül? Azt adtad téged DTM, hogy nem érdekel, de végig is elindultál. Hát, igazából... Szeretem az esőt, szóval kipróbáltam az esőgumit, csak azért akartam indulni. Annak hát Zoli-nak szegény baja lett. Azért mindig szerint. Van, ez nem újdonság. Hát ilyen szerencsétlen vagyok, na. Egyébként az időmérő mentem egy kör, talán egyet vagy kettőt, de mondom, nem kavarok be, szóval jó volt az a 12. hely. Az első futamon meg igazából csak hátrafele közlekedtem, és két a kocsikáztam. Ugye alig teszteltem, sem tudtam, mi van. De a második futamon már eléggé jókat csatáztam szerintem. Voltunk ott kb. 5-en egy vonatba. Aztán végül megelőztek, aztán megpöszköltem Kristófnak a autóját hátulról, és kiforgott sajnos. Visszaengedtem, aztán végül bejöttünk a 9. helyen, azt hiszem. De küzdős futam volt nekem is. Fárasztó volt. Azt teljesen, hogy ilyen körülmények között nehéz menni. Ja. Nagy gratulálok meg mindenkinek, aki befejezte a futamot. Gratulálunk. Teljesítmény volt ez befejezte a két versenyt, főleg a 40 perces volt a nagyobb fárasztóbb. És hát a hétvége csúcspontja, bocs, hogy közvágok, hogy a West Endurance Masters újra vezeti a csapatbajnokságot. Igen. Ábrahám Lacinak köszönhette ő. Jó, hát ezt csak a mézes madzag elhúztuk. Elvetettük a remény csíráját. Aha, tehát akkor jön a Laci? Persze. Izgalmas legyen már. Nyilván. Úgy jó, van izgalom. Egyenét meg egy úgyis megadott, Robi. Tessék? Mondom, az egyénit már így is úgy is megoldottad, azt már te elléptél. Igen, mert nem jött Milán, nem is, nem tudom, szerintem ő most itt alázott volna minket egy-két másodperccel. Az első hát pályát az ő nagyon érti. Az a stílussal én nem hiszem, hogy itt lett volna lázás, bárki tudja. De itt szerintem az a driftelgetés itt nem ment volna olyan könnyedén. Lehet, hogy igazad van. Majdnem. Láttuk már Milánt esőbe menni. És ott egy másodperc volt a különbség, tehát na mindegy, ebben el is menjünk bele, mert nem volt itt úgy, hogy hát ha a következő versenyekre, azt tudom, hány verseny van még hátra. Két verseny hétvége. Kettő. Hatodik verseny hétvégét teljesítettétek, úgyhogy... Egy Shanghai és egy Hockenheim. Így van. Igen. Shanghai az a F1-es kínai pálya? Igen, igen. Azt szeretem, azt a pályát, az ő pálya. Összesen még 180 pont szerezhető. És óriási a hely, a csata a harmadik helyét, úgy látom. Hát még a második hely is szorosan van. Az a 40 hát. Pont, az mire dolgozom, az egy futam. Végül is igen. 40 pont se sokban, Kottur Lacinak. Úgyhogy azért 5. helyen Mário is elég közel van még, úgyhogy azért van még ott lehetőség. Na. Azt Na. hiszem, mára ennyi, nem? Igen, csütörtökön. Inside? Inside műsor 20.30-tól. Jövét vasárnap meg visszatér újra a BTCC, a Brent Hatchi pályával. Nem tudom milyen idő várható. Angliában elég sűrűn esik az eső, úgyhogy lehet ott is az kis eső. Majd nem, majd az eldől a héten. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a jó versenyeket, köszönjük az interjúkat, további szép estét mindenkinek, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! User left your channel.